És hát pláne, hogy itt vagyunk, és ahogy ígértem és mondottam, volt, van is most már egy vendégem, itt van velem a stúdióban, Érdi Baba, de hát azért, hogy jobban képbe legyünk, Nyári István az ő becsületes neve. Így van, a hivatalos neve. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Örülök, hogy itt vagy, és hogy végül megoldódott ez a probléma, és tudunk szemtől szemben beszélgetni. Figyú, hallod, nem hisz fel, nekem annyira kiment az agyamból ez a dolog, a mai dolog, hogy igazából a stúdiót intézem, az új dalt, a gyerek után elmenni. Igen, egyébként azt néztem, hogy most forgott egy új klip, ugye? Igen, Ellet Juniorral és K. Kevinnel, meg Ritmusszal, ő a szlovák rapper a Ritmus. De most várj, szórakot, tehát komolyan egy olyan featuring van, hogy K. Kevin, Ellet Junior, te... Érdiba. Igen, én viszem benne a mulatost. Nagyon jó. Nagyon jó, és akkor mi a Kevin-é, a Kevin meg az LL, ők hozzák ezt a kicsit ilyen ragamuffin jellegűbb? Igen. Egy nagyon erős, egy ilyen, nem megszokott zenét csinált a Junior, mert az egész az ő terve volt. Kicsit összehozta ezt a OC zenét, a rappel, a mulatós, hát ez hatalmas, de a klip az... Jó, kíváncsi vagyok, várom nagyon lesz. Egyébként. Igen, mert hogy a K. Kevin is érdi. Ugye van. Még Érden él talán, azt tudom, hogy érdiként nőtt fel, de hogy így még van. Itt is él, ugye Érden. Így van. Őt is megkerestem egyébként, pont ezen műsor kapcsán, hogy neki is majd itt le kéne ülni, hogy dumáljunk. Mert hogy nekem ez a célom, hogy az érdi zenészeket közelebb hozni az érdiekhez. De hát azt mondod, hogy képesek voltak tőled megkérdezni, hogy de hol élsz? De hát igen, voltam, hogy hol élsz? Hát... Érd. Hát, de hülye vagyunk, basszus, tényleg benne van a nevedben, hogy Érd. Hát hiszen Érdi Baba, viszont azt vettem észre, hogy külön írod. De azért nem egybeírod, hogy Baba, hanem Ba szóközben. Igazából ez azért van, mert nagyon sokan kérdezik, hogy hogy Ba. Hát azért, mert a Facebook így engedi, az egybeírom a Babát, akkor valamit vagy ledob, vagy letilt a Facebook. Ezt nem mondod komolyan, hogy van egy ilyen hibája. Igen. És azért tudtam ezt így megoldani, hogy Ba. És te mi, tehát valaki rád ragasztotta annak idején ezt a nevet? Igen, a szomszédom még gyerekkoromban körülbelül ilyen 2-3 éves lehettem, és ment ez a film, hogy átoké szerelem. És akkor igen, rajtam maradt, hogy Baba olyan szép az a gyerek, mint az a filmből a Baba, és akkor kisbaba, úgy a Baba a filmből, és akkor valahogy rám ragadt az Baba. Óriási. És akkor a suliban is így becéztek téged, így szólítottak, tehát hogy nem csak a szomszéd, hanem akkor ez igen, ment szájról igen, szájra. Igen, és azóta nagy, hogy így jártam a suliba. Semmi baj, akkor, mert itt van velünk a kisfiad is. Igen, itt van ő is, velem el kellett hoznom, mert most hoztam el az óviból. Igazából, amikor jártam a suliba, akkor volt, aki azt mondta nekem, hogy Isti, Pisti, de a legtöbb tanár azt mondta, hogy Baba. Tökéletes. Isti, most mi lett volna? Érdi Pisti, érted? Érdi Pisti lettem volna. Egyébként te zenész családból jössz? Igen. Mindenki muzsikus volt? Hát igazából nagyfater? A nagypapám volt ilyen éjszakai mulattató ember, tamburász cigány volt, aha. Aki járt, akkor még nem voltak ilyen kihangosítások, hanem ez a folk muzik volt, ez a tambura, gitár, dob, és akkor úgy levezettek. Kiálltak nyersbe, mint egy akusztik koncert, amit ma már erre szoktak. Aha. És akkor ott az volt, hogy te gyerekként megláttad mondjuk a kezükben a hangszert, vagy vittek magukkal téged, és akkor nem, te is jártad? Nézegettem. Inkább nem is gondoltam igazából, hogy én zenész leszek, meg hogy énekelni fogok, meg hogy valamikor fogok hangszert a kezembe, nem érdekelt igazából zene. Csak hát jártam, képest... jártam suliba, és énekóra volt. És akkor mondta a tanár, hogy akkor na, akkor ezt a zenét tanuld meg, összelérik Babám a fekete szöllő. Sajnod, olyan annyira megtetszett a tanának, úgy megtanultam, úgy eladtam, hogy elvitt Kaposvárra, és első helyet értem el, ki mit tudom. Így, akkor gondolom ez onnantól kezdve ez már egy... És onnantól indult minden, így van. Ez volt egy ilyen egy mozgató rugóval, és így hát az van. Első lépcső, így hogy úgymond. És akkor utána te tovább tanultál zeneiskolában, vagy autodidakta nem, módon? Automatikusan mindent magamtól tanultam. Elkezdtem járni akkor már zenekarokhoz, nézegettem őket, jártam velük kísérni, néha hátul voltam, kicsit szájbőgőztem, kicsit beleénekelgettem, és a végén már addig az ment egy körülbelül egy 3 évig így ment, és a 4. vagy 5. évben csináltam egy külön zenekart, ami már én voltam a frontember. És ott mi volt a nevetek akkor? Hát akkor igazából érdi fiúk voltunk. Jaj, nagyon kreatív! Érdi fiúk voltunk. Aztán meg adtam önmagamat. És az érdi fiúkban mi volt a felállás? Ki milyen hangszeren játszott? Milyen hangszereket hoztatok be? Igazából volt benne szinti, gitár, tambura, ének. Aha, meg ének. És most hogy néz ki? Tehát, hogyha én Érdi Babát elhívom, és azt mondom, hogy gyere már ugyan zenéjünk egyet, akkor kik vannak mögötted? Mindig most más zenészekkel? Most hogy igazából van egész éjszakás fellépésem, meg van 40 perces, 1 órás fellépésem. Na most a 40 perces, 1 órás fellépésre igazából elszoktam magammal vinni az öcsémet, aki szintizik, és olyan szintetizátorunk van, hogy abban még
Még anyám hangja is benne van igazából, minden van benne. Olyan, hogy nem kell hozzá már igazából a zenekar. Mindent tud. Ó, nagyon jó, de van olyan is egyébként, hogy azért zenekarra persze, mész, van, vagy... amikor teljes éjszakára, akkor igen, oda kell az egész zenekar, ott ötfőből vagyunk. De teljes éjszaka, vagyunk. Ne őríts már meg, tehát hogy ilyenkor azért elgondolkodom, hogy eleve annyi sajáddal nincs, hogy valaki egy teljes éjszakát lenyomjon, ilyenkor mi a repertoárod? Igen, akkor jönnek a Bódi Guszti dalok, meg minden dal, ami létezik, örökzöldek, mindent játszunk szóval. És azt is egy picit ezzel a roma felütéssel játszátok, ami mondjuk, mit tudom, egy ilyen, már román, igazából a roma dalt is én legalábbis úgy játszom, hogy kicsit feldiszkosítok mindent. Próbálok mindenből after csinálni. Hát igen, neked a diszkosítást abszolút értem, mert neked van egy olyan dalod is, aminek a konkrétan az a cím, hogy Coca-Cola, tehát hogy azért ezt az érzést próbálod mindenbe belevinni. Így van. És hogy te Érden is születtél. Igen. És ez azt jelenti, hogy akkor már apukád és nagypapád is itt Érden született? Hát igazából ők, úgy tudom, hogy a leszármazottjaim igazából csepeliek voltak. A feleségem csepeli. Aztán átkerültek ide Csillagcsárdára. Itt volt régen valami Csillagcsárda nevezett, még apám nagyon sokat beszélt róla. Gondolom, jártod oda muzsikálni. Valami telep volt. Nem, látod, ezt például én sem tudom. Ott volt valami telep, és aztán igazából is akkor itt maradt mindenki Érde. És így Érden nőttél fel, minden Érdhez köt. És ez nekem azért fontos egyébként, mert sokszor azt mondják az emberek, hogy Érd unalmas, Érd alszik, de itt vagy te, tele vagy energiával, egy jó kisugárzású ember vagy. Benned hogy nem érzem azt, én hogy Érdel baj lenne? Nem tudom. Én figyelj, legalább pozitívan gondolkozok mindent. Nem szabad semmit negatívan gondolkozni. Ez jó. Szeretem ez az embereket, szeretem, amit csinálok, jó a hozzáállásom mindenhez. Most figyelj, most mi ez, egy ceruza, vagy egy toll, úristen, most mit csináljak? De jó, köszönöm, hát ebben rajzolni fogok. Na, nagyszerű. Ezt így kell felfogni. Tetszik a szemlélet egyébként. Nálad hogy kell elképzelni, ha nem a zenével foglalkozol, és nem az, hogy mondjuk valaki leszervez neked egy fellépést, egy koncertet, akár egy egész éjszakát, vagy másfél órát, akkor neked egy napod nagyjából hogy néz ki? Egy napom? Igen. Hát figyelj, ha lehet az, hogy ezzel beavatott itt reggel, most, és reggeltől kezdve a reggel, az úgy kezdődik, hogy óvoda, iskola, asszony, munkahely, akkor én hazamegyek, általában vagy intézem az én papír dolgaimat, vagy akkor stúdiózok, zenét írok, vagy akkor valamit elmegyek üzletelni, valami autót esetleg, vagy bármit, valami mindig bizniszelek igazából. De... Autókereskedéssel foglalkozó? Vagy erről nem beszéltünk, hogy miben? Igazából beszéltünk róla. Nem, van unoköcsém, aki autókereskedéssel foglalkozik. Aha. Néha beszoktam én is vinni, oda adok, veszek autókat. De igazából oda azért kell az a vaker, nem? Tehát, hogy akkor benned az megvan. Az megvan. És az tényleg megvan. Amikor, most akkor a zenész létedre vagyok kíváncsi, jobban egyébként, ha már Érdi zenészek sorozattal indítottam, neked hogy jön az ikletett állapot? Kell-e ahhoz valami, akár egy idegbejövés, akár az, hogy mondjuk megiszol egy jó bort, vagy egy sört, vagy nem tudom mit szeretsz, vagy az se kell, beszélgetés? Nem tudom, igazából lehet, hogy így beszélgetünk, és már felcsillant egy dallam az agyamba, basszus, ebből milyen jó zene lenne. Vagy például, ha jó társaságban beszélgetünk, mond egy olyan szót, ami nekem tetszik, és mondom, ezt belerakhattam egy zenébe, nekem mindig jön valami igazából. És akkor mire ott pont erre akarok kilukadni, mire ott van Na, ezt akartam kérdezni. Ott van a lényeg, hogy ezt leírjam egy torra és egy papírra, akkor már elfelejtem mindent. Akkor lehet, hogy neked be kéne költözni a stúdióba, és akkor ott, amikor jön a gondolat, már akkor azonnal. Igen, általában van olyan, hogy általában volt olyan, van is olyan pár zeném, például van a fiam zenéje is, amit te vagy fiam, azt én a stúdióba írtam meg. Az hogy? Az ültetek, session zenélgettetek, beszélgettetek, és akkor abból kinőtte magát? Bementem igazából a stúdióba, és akkor mondtam, hogy szeretnék csinálni a fiamnak egy dalt. És hogy szeretnéd, mit csinálni? Mondom, semmi baj, mondom, rakjál be nekem egy sima dobot, és ugye mondják ezt, hogy freestyle-szerű. Én meg magyarul ráfreestyloztam úgy, hogy ráénekeltem, és akkor ezt kijavítgattuk, ugye elhoztam demóba,
otthon átellemeztem, és akkor onnantól visszamentem a stúdióba, és felénekeltem még egyszer új szöveggel, új dalamvilággal, és így sikerült. Egyébként azt bekészítettem, majd azt meg fogjuk hallgatni a beszélgetésünk végén, hogy a te vagy fiam. Igen, azt így az Éden is forgattam. Hát nagyon büszke vagyok. A Földrajzi Múzeum kertjében így volt van. A forgatás konkrétan. Táncosokkal, gyönyörű ruhákban vannak így egyébként. Van. Az konkrét népi viselet, tehát, hogy teljesen autentikussá tettétek az egészet. Ez, ami most készül, mert láttam, hogy folyamatosan posztoltál róla, hogy jön az új klip, dolgozunk, forgatunk, kikkel vagyok. Szerintem egy elég menő dolog, hogy a Kelvinnel meg a Juniorral így hárman összetudtatok állni. Nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés igazából, hogy felhívtak a fiúk, és ezt részt vettem én is. Sárospatokon voltam ugye a forgatás. De várjál, ők kerestek meg téged? Igen. Hát ez zseniális. És mi, figyelj, baba, hallottuk, hogy nagyon jókat csinálsz, csatlakozz. Ez ugyanígy volt, így ja, van. Hogy... ez így volt. Jó, pedig nem voltam ott volt. A beszélgetés alkalmával. Ez így volt, igazából. Azt ugye megcsináltuk a zenét, az a címe OC Kanibál, az a címe egy ilyen vadzene, nagyon jó a zene. Ez lesz a címe? Igen, megvan a zene, leadhatnánk a rádióba, csak sajnos szerintem ez így nagyon, nagyon kikapnák. Van benne káromkodás is egyébként? Nem, nincs. Nincs. De még nem tudom, gondolom, nem jogvédett még, és azért sem akarnátok, így hogy van, most kikerüljön. Megvárjuk a klipet, hogy kint lesz a klip, szerintem ti is fogjátok adni egyszer-kétszer. Mikor van a klip premier, arról hát lehet tudni? Még egy hét. Addig, míg utómunkázzák, megvágják. Így van, megcsinálják. Ők megkerestek téged, de már a kész ötlettel, vagy azt mondták, hogy adja lényeg, hogy mi hárman csináljunk valamit? Volt már Juniornak ötlet igazából arról, hogy adjam a vadságomat, ugye, mikor vagyok egy lakodalmon, vagy egy keresztül, vagy születésnap is megy ez a sikítós cigányzene, tudod, ez az igazi vad, ez a őrült, mikor úristen, ráléptek a lábára, hogy mi van vele. Igazából azt a formát kellett hozzam. Ez nagyon jó. Azt a formát kellett hozzam, ez az igazi lagzis zenét. Aha. És akkor ők ehhez, a Kelvin írt hozzá egy szöveget külön. Junior. Mindent a Junior. Juni, tehát Juni, a teljes, Juni. Még a Kelvin, gondolom, hogy egy rebbetéttel csatlakozott igen, ehhez. Igen, mindent, de nagyon, nagyon jó lett. Nagyon jó. Ezt meg kell majd hallgatni, azt tudom erre mondani. Na, most azt fogom csinálni, hogy akkor a te vagy a fiamat, azt nézzük már meg, hogy mi a helyzet vele. Mit szólsz? Hadd szóljon. Yo!
Hát kérem szépen, igen, Érdi Babát hallottuk. Ez valahol volt belső zsigeri dolog volt, hogy neked jött, hogy feltétlenül, hogy meg kell valahogy dalban szólaltatnod azt, hogy neked van egy fiad. Igen, figyelj, általában úgy van, mi romák igazából, én is legalább így vagyok, de szerintem nagyon sokan, hogy szerettem a dalba kifejezni az érzéseimet a szeretteim iránt. Legalábbis így a fiam iránt, akit nagyon szeretek. Akkor jöhet majd egy dala a feleségedről is? Az lesz a következő? Vagy ez nem kívánságműsor? Figyelj, igazából... igazából nem, mert szeretem így a családomat, de így a gyerekeim, ami világos. Gyerekeid többes számban beszéltél igen, most. Igen, mert van még két lányom is. Hány évesek? Az egyik 7, a másik 13. És a fiat hány éves? 5. Aki itt van velünk. Igen. És hála jó égnek, hogy picit rosszalkodik. Picit az ilyen. Nagy baj lenne, ha nem egyébként. Fiam, zenész leszel? Igen. Igen, azt mondja, hogy Hát de ugye, van otthon hangszer? Van. Hát akkor valószínűleg egyszer csak van. A kezébe kerül. És tényleg van, mikor megész a püfüli izéja, már mondom, elég. Hagyd abba. Igen. És a lányaidnál bejött már az életükbe az zene? Igen, a Zsülikémmel van egy közös zeném is, egy duettem van a 7 évessel. Aha. Kicsit hajlik rá. Amúgy ő hajlik az énekre. Nem mondott, van egy duettetek, akkor mi más lehetne gondolni, hogy hajlik rá? És a másik? Ő még kicsit ilyen lustálka. Ő is szerintem, mert ha úgy hallom, néha a szobában azért fönt azért kornyikál, de így előttem nem mer. Hogy nem? Ja, hogy zárt ajtók szégyeli mögött? Szégyeli magát. Ő még ilyen szégyelős, tudod. Zárt ajtók mögött megy. Hát érted, ha van... Na jó, mindegy. Tehát, mert látja, hogy ott a zene az életetekben, hát neki van. Aztán azt hiszem, hogy ebben semmi szégyelni valója nincs. Érdekes ez. Most azt néztem még egyébként a klipetekben, hogy képileg nagyon gyönyörű. Tehát, hogy nagyon jó minőségű kép. Igazából ezt mind az Égés stúdiónak köszönhetjük. Ezt akartam kérdezni, hogy kikkel dolgoztok. Ő szokta felvenni a videoklipeket, Balogh Zoltán, akiné nagyon sok előadó van az ő keze alatt. Igen. És nagyon sok mindenki köszönhet neki hálát igazából, mert tőle meg nagyon sokan megindultak. Tudnák rá embereket is mondani, de nem szeretnék megnevezni. Jó, nem kell. Mert hogy azt én is tudom egyébként, hogy a Zsigés stúdiónál rengeteg, például sok-sok roma zenésszel foglalkozik. Így van, nagyon sok. És hogy nekik egyébként, tehát, hogy tényleg minőségi cuccokat gyártanak. A mostanságban celebek, úgy mondom, celebek, azok mind tőle indultak meg. Hát az LR Junior is annak minősül, nem? De most már K. Kevin is. Ilyesmi igen, kategóriára nem, gondolsz? Nem. Például most már akkor lelőm a poénnak kis grófó. Álló jó ének, hogy előtt tudtam belőled hozni. Jóban vagytok egyébként grófóval? Ismeritek egymást személyesen? Igen. Szeressük, imádjuk egymást. Nekem annak idején volt szerencsém a Balkán Fanatik zenekar frontembereként tevékenykedni, és egyszer voltunk, sajnos már a település nevére nem emlékszem, mi utánunk jött a grófó. És hát úgy lézengtek a mi koncertünkön az emberek, de ahogy érkeztünk az utolsó pár számhoz, meg közeledett az az időpont, hogy ő majd lecserél minket, elkezdett tele lenni a település, és tudod, bennünk ott volt az a nagyfeles, hogy mégiscsak, mégiscsak rá kíváncsi, és mondták, hogy nem, utánatok jön a grófó. Jön a kis grófó. Ja, mondom, akkor viszont mi tiplizünk innen, mert ez nagyon cink így. Igen, büszkék is vagyunk, nagyon sokan büszkék kis grófóra, amit elért, ugye maga a kultúrájába, amit képvisel, ugye, hogy nagyon jó zenéket csinál. Na ott szeretni. Például nincs egy közös gondolkodás, hogy esetleg vele is ketten más csinálját? Más kategória. Még más kategória. Hát nagyon. De ne, merjál. Hát már hogy más kategória, hogy ilyen minőségi szintekben gondolod? Igen.
De hogy? Hát figyelj, még nem tudom, mit hozott holnap. Én azt mondom neked, lehet majd. Mert idővel... látod, az Ellen Junior a K. Kevinnel is létrejött, akkor vele igen, miért nem? Figyelj, vele is lehet, nem tudni. Ezt még azt mondom neked, hogy ez a holnap munkája. Mik a megtekintés számok egyébként? De szoktad nézni, hogy mi a nézettség nekem, nálad? Nekem most igazából ott tartok, hogy 4,5 millión át tart a Kola-Kola című dalom. Ne őríts! Igen. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Nekem van egy zenei projektem, 89-en nézték meg, tehát hogy csak hogy értsd a különbséget. Ugye. Köszönöm. Szóval valamit jól csinálsz. Köszönöm. Jó, de nem, hát nem is lehet egy... Nem, most igazából most készülök még egy nagyon nagy bombasztikus dallal, amit máma megyek pont fel a stúdióba, a Érdi Művelődési Házba, ugye a Radics Tomiékhoz, nekem nagyon jó barátom a Radics Giginek az igen, öccse. Ők itt szoktak próbálni, igen. Nekem nagyon jó barátom, és máma megyek fel stúdiózni, és valamit próbálok valami bolondó zenét, egy újat összedobni, ami legyen benne folkor, legyen benne diszkó, meg legyen benne egy kis house is, meg legyen benne egy kis bolondkodás is. Aha. Hát mondjuk így jó, hogy azt mondod, hogy az a címe, hogy OC Kanibál, tehát ezután nem csodálkoznék, hogyha még bármi mást is létrehoznád. Én egyébként arra baromi kíváncsi vagyok, mert engem az izgat ebben az egészben, hogy mi a kannibalizmus abban, mert én gyerekkoromban, amikor a roma társaimmal a telepről játszottam, akkor is, hogyha valaki vadállat dolgot csinált, azt állandóan kannibálnak hívták. Igen. De az egyszerű ember nem mindig tudja, hogy mit jelent az, hogy kannibál, de valójában a vadállatot jelenti. Igen. Hát hogy... sok értelmű, lehet értelmezni nagyon sokféleképpen a kanibál szót. Jó, és ebben a zenében hogy értelmezzük akkor? Hát ez nálatok? Igazából az, hogy hogy mondjam neked, macska feeling megvan? Macska hogyne, feeling, hogyne. Na, hát abban is van egy kis kanibálkodás. Hasonló lesz a klip is, de szerintem én azt mondom, hogy nézze meg mindenki, és aztán beszéljünk. Egyébként nagyon érdekes, hogy te hoztad föl most a macskajajt, mert amikor például belehallgattam a zenéidbe, akkor nekem az a feeling nagyon átjön. Átjön. Abszolút jön az az életérzés. Boban Márkovicsékben is megvan ez a fajta spiritus. Ők nagyon zenészek és profik. És na, akkor ezek szerint szereted hogy is őket, gondolom. Van. Ki az, aki téged inspirál? Zenészek között. Igen, ki az, akire úgy fel is nézel, és tényleg megmozgat, és azt mondod, hogy na, ha valahogy érdemes, akkor mondjuk úgy, ahogy ő. Hát nem tudom. Igazából ez nem is gondolkoztam. Na itt az ideje. Nem, igazából nem. Én szeretek önmagam lenni. Én önmagamat szeretem adni. Nem szeretnék senkit utánozni, nem szeretnék senkire hasonlítani. Én önmagam vagyok. És ki az, akit mondjuk a magyarok közül szívesen hallgatsz? Magyarok közt? Igen. Mindegy, milyen zene. De hogy, na, mi szól az autódban? Érdi Baba nem érvényes. United. Szeretem a United. Tényleg? A Péli Barna féle, most róla beszélünk. Így van. Mondjuk egy nagyon tehetséges zenész, igen, meg egy jó hangú pali. Szeretem hallgatni. Hol vagy hallható, legközelebb látható? Ez még igazából még a jövő titka, még nem tudom. Még nem tudod, de hogyha még valaki kíváncsi tudom. Arra, hogy épp mit csinálsz, akkor nyugodtan keressen meg Instagramon, Facebookon, Viberen, bárhol elérek engem, vagy szeretne velem kommunikálni, vagy szeretne egy dalt készíteni a szeretteinek ünnepekre, akkor természetesen. És szeretnék valamit még üzenni a rádióban. Most nem itt tudom, a mennyi időnk van még. Most mondja nyugodtan. Cseppónak szeretnék, és a fiának boldog születésnapot kívánni, az Érdi Cseppónak, meg a Bulikának boldog születésnapot szeretnék neki kívánni. Hát akkor ezúton mi is azt mondjuk, hogy boldog születésnapot neki. Én nagyon köszönöm, hogy végül, de megoldottad, hogy ide el tudtál jönni, és hogy legalább egy kicsit tudtunk dumálni, és hogyha úgy van, akkor ez a jó szokásunkat tartsuk és meg. És ezt el kell még mondjam, még közben írják nekem ja igen, mert kedves hallgató, elmondom, hogy van az Ezer Lajoska, aki tamburás cigányfiú, és nagyon jó tamburázik. Igen, vele gyakoroltam nagyon sokáig, és köszönöm neki is. Meg szeretném köszönni, mert már kérte, hogy miért nem mondjam be az önnevét is. És hát itt akkor a Gyula Laci is, a ő is zenész kollégám. Isten áldja őtet. Hát igazából ennyi. Na, mert hogy kedves hallgató, az történt itt most ezen beszélgetés alatt, hogy míg Istvánnak, Pistának, Nyári Istvánnak, egyébként Érdi Baba, mindenki így ismeri, itt volt a gyermekével, technikai malőr történt, de aztán végül megjelent, itt volt, és még live-ozott is nekünk, úgyhogy így jött létre ez a beszélgetés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és itt voltál, és hogy egy picit legalább kaptunk belőled. Nagyon szépen. Úgyhogy én azt mondom, vigyázz az utadon. És még sok ilyet, hogy Ellen Junior, K. Kevin, bele kell nyúlni ezekbe bátran, én azt gondolom. Megpróbáljuk, rajta vagyunk. Csináld. Rajta vagyunk. Köszi. Kedves hallgatók, majdnem szombat, pláne délután.